Hogy ilyen sokan eljöttek, pedig most van a Real Madrid Barcelona meccs is. Úgyhogy tényleg gondolom, hogy ez nagyon figyelemre méltó. És a kultúra igen, az egy nagyon nehéz terület, és bizony az nagyon sok energiát igényel, nagyon sok mecénást igényel, ez régen is így volt, és nagyon sok munkát, hogy valami fontosat le akarok tenni az asztalra. És hát, hogy a mostani munkámban is utaljak, talán az sem véletlen, hogy a kulturális tárca fogyasztott el eddig a legtöbb államtitkárt a jelenlegi kormányban. Ha jól emlékszem, most a harmadiknál tartunk, hogy a Szűcs Géza, Elisimon László és most Halász János, és még nincs vége a kormányzati ciklusnak. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz terület, és örülök annak, hogy itt több dimenzióban is megjelenik itt Sűsápon, a Tápjó mentén, a mai rendezvényen is. Kultúra, a kultúra fontossága. Ugye van egyfelől a Tápjó kultúra honlap, amit én megdöbbenve láttam valamelyik újságban, hogy már 6 éve működik, bár nekem olyan, mintha 20 éve működne, és tényleg a Tápjó mente valamennyi kulturális rendezvényéről, eseményéről, programjáról számot ad. Néha még az én zenekarom is belekerül, amikor valahol éppen föllépünk. Sajnos mostanában erre sok idő nincsen. A másik dolog, ez a nem régiben beindult, úgy tudom, most jön meg a második szám, ez a Tapeo, úgy tudom, ez a Tápjónak a régies neve, nevű kulturális, helytörténeti, néprajzi jellegű Tápjó mentével foglalkozó, azt feldolgozó magazin, folyóirat. Én az első számot már kézbe vettem, eleve nagyon jó érzés megfogni, a nagyon dekoratív újság. Másfelől pedig hát, ha én csináltam már újságot, talán jelenlevők közül többen találkoztak is vele annak idején, én tudom, hogy mennyi munkával jár egy ilyen folyóiratnak az elkészítése, illetve mekkora anyagi áldozatokat kíván meg az azt létrehozóktól, úgyhogy az elejük és a kitartásuk, a lelkesedésük, hogy ez az újság ez a jövőben is, és még nagyon sokáig tudjon működni. És hát a mai fő attrakció, szabad így fogalmazni, a Kutza Péter és Katus Norbert által jegyzett könyv. Amikor megláttam a meghívóban a címét, akkor ugye ahogy a nagyszüleink látták, egyből beugrott, hogy valamikor 2000 környékén, talán Tápjó szelén volt egy kiállítás, és akkor ott láttam én először ezeket a Tápjó mentéről szóló képeslapokat. Nagyon érdekes volt, főleg ugye azok a települések, amelyeket én magam is ismertem, hogy a múlt század elején hogyan nézett ki a templom, vagy valamelyik közintézmény, ami éppen akkor épült, vagy közelmúltban épült. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogy gyerekeink, unokáink is megismerjék azt, hogy őseink, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink hogyan éltek, milyen körülmények között éltek, milyen szokásaik voltak, milyen ruhákat hordtak. Szóval mindennapjaikat megismerhessék, és ez a könyv, az a könyv is, és úgy gondolom, hogy ez a könyv is erre egy kiváló lehetőséget teremt, hogy megismerjük őseinket, megismerjük gyökereinket. Úgyhogy én gratulálni tudok a szerzőpároshoz, szerzőpárosnak ez a gyönyörű és nagyon esztétikus könyvhöz, és én nagyon bízom benne, hogy megszületett egy ilyen könyv a Tápjó mentéről, utána jól tudom Nagykátáról, és most Hűság következett a sorban önkormányzati összefogással, amelyen szintén
gratulálni tudok, és én bízom benne, és kívánom azt, hogy a Tápjómente valamennyi települése jusson odáig, hogy egy ilyen szép könyvet a saját múltjáról meg tudja jelentetni. És hát befejezésül valami csattanós dolog kellene, nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy tényleg csattanjon, és felkapják a fejüket. Talán az előszóban Katus Norbert barátom írja azt, hogy Sűsár, nagyközség egyre inkább kisvárosias jelleget kezd ölteni. Én magunk között szólva, maradjon köztünk, múlt héten, pontosan egy héttel ezelőtt találkoztam Nagacsics Tibor miniszterelnök helyettes úrral, aki miniszterével, ahol többek között arról tárgyaltunk, hogy Sűsár mikor kapja meg a városi címet. Most azt tudom mondani, miniszter úr felhatalmazásával még informálisan, tehát nem hivatalosan, hogy nagyon bízunk benne, hogy az államalapítás ünnepére már Sűsár városként fog a nyilvántartásokban szerepelni. Fogjuk majd egy Sűsárban megtartani, és akkor nagyobb ünneplést tudunk ennek a dolognak keríteni. Ehhez is gratulálok, illetve a mai rendezvényhez minden jót, sok sikert kívánok, köszönöm szépen a figyelmet.